Üdvözlünk! Mai adásunkban a Downhill Magyar Bajnokságról tudósítunk. Ismét kitettek magukért a downhillesek az országos bajnokságon, akik minden eddiginél nagyobb küzdelemmel és látvánnyal hálálták meg a fokozott érdeklődést. Augusztus 2. hétvégén az Eplényi Sí Aréna területén került megrendezésre a 2019. évi Downhill országos bajnokság, ahol nem csak az dőlt el, hogy kik nyerik az idei trófeákat, hanem hogy tényleg igaz az a már pár éves állítás, hogy mindig képesek a lejtősök újat mutatni és még izgalmasabb versenyt produkálni. A nyári forróság és a száraz poros pálya komoly kihívás elé állította a versenyzőket a pályaelemekkel teli nyomvonalon. Nem csak nézői oldalról, hanem indulók tekintetében is jelentős növekedés lett az idei évre. Rekordszámú 234 nevet láthattunk az időmérő futam rajt listáján. A hazai rájdereken kívül egyre többen érkeznek külföldről is, többek között visszatért a tavalyi abszolút győztes szlovák gyári versenyző Ratislav Baranek, aki gyakori résztvevője világkupák döntőinek, illetve Európa kupát is nyert már. Néhányan sajnos ideje korán feladni kényszerültek a versengést, köztük az egyik nagy esélye Zámbó Dávid is, aki a pénteki szabadedzés legvégén bukott hatalmasat. Nagy fájdalmai ellenére a kórházban megnyugtatták, hogy nagy baj nincsen, de az idei OB-t ki kell hagynia. Az első két nap DH edzéseit és a Team Parallel Slalom versenyt követően vasárnap már csak is a Downhillé volt a főszerep, ahol 6 kategória került kiírásra, melyekből 2 nyílt, azaz bárki elindulhatott versenyzői engedély nélkül is. Közülük a merev vázasoknál Molnár Gergely diadalmaskodott, aki nem is olyan régen cserélte le összteleszkópos kerékpárját egy acélparipára. A több mint 160 főt számláló nyílt kategóriában óriási csatára lehetett számítani, számtalan esélyessel az első helyre. Köztük más szakágakból érkeztek tehetséges riderek, korábbi válogatott versenyzők, DH legendák és már megszokott OB menők. A legendák rendkívül szűk táborából Krizsák János már az időmérőn is bizonyított, mindössze 26 századdal elmaradva az elsőként kvalifikáló német Ádámtól. Harmadik helyezett Gréci Bálint lett, aki előző nap a szlalomon már begyűjtött egy ezüstérmet. A döntőre többen is megtátosodtak, de hibákból sem volt hiány. Víg Kis Gábornak az utolsó kanyar szerte foszlatta minden dobogós reményét, amikor egy méretes előreszaltó állította meg a célvonal előtt. Ekkor már egy jó ideje a dörtös Kovács László és Bancák Róbert volt az első két helyen, akiket először Szőlősi Gábor tudott megelőzni, majd érkezett a fentebb említett első három helyezett a kvalifikációról. Réci Bálint és Krizsák János is tudott javítani, azonban Bálint többet, ezzel helyet is cseréltek az aktuális lista élén, de német Ádámmal már ők sem bírtak, aki az egyetlen ezred másodperc hiány egy másodperc előnnyel biztosította be a 7 éve tartó dobogós sorozatának folytatását és immáron harmadik különböző kategória győzelmét. Ádám rajt célgyőzelmet aratott Openben. A bajnoki kategóriák közül a 30 év felettiek Masters mezőnyében Cser Máté címvédőként számított a legnagyobb esélyesnek, amihez nem is engedett kétséget. Tisztes távolságból követték őt a többiek, akik közül a legjobb, azaz a második, Sebestyén Krisztián lett. Harmadikként pedig az első apai örömök után visszatérő Kollár Balázs végzett. Pap Norbert szólhatott volna még bele az érmekért folyó harcba, de a döntős defektje megállította abban, hogy a szombati szlalom után egy második medált is szerezzen. Egészen jól ment, tavaly is megnyertem a master kategóriát. Időmérőm még volt benne, azt éreztem, de azért a pálya az kezdett sokkal inkább porosodni. Aztán sok ismerős jött ki, ez kicsit volt egy pici kaland, de aztán ezt megfogtam, aztán utána onnan el kellett engedni, aztán rá kellett húzni a gázra, hogy végigmenjünk. De aztán végül meglett, tehát teljesen jó. De senki nem megy soha tisztát szerintem, tehát ahhoz, hogy tisztát tudja menni és nagyon gyorsat, nagyon mindennek ki kell jönnie, de ez meg nem szokott, szóval nincs. Következtek a sikerre rendkívül éhes fiatalok, köztük lépés előnyben Cseh Martinnal, majd egy 8-10 fős csoport, akik között megjósolhatatlan volt bármilyen sorrend. Az időmérőn nagyon meg sem lepődött senki, Martin az ikonikus 2 perces határon belül teljesítette futamát, amivel nagy előnnyel az élet is végzett. Azonban egy OB-nak kvalifikáció nem sokat ért, mert a döntő alapján osztják a trófeákat. Sorra jöttek a srácok is, igaz, csak tizedes különbségekkel, de tartották az időmérő sorrendet. Az első robbantó a
Kellys Factory tímes Kamil Fábri volt, aki az érre ugrása után meg is tudta tartani azt. Először Cserjési Patrik érkezett be közvetlenül mögé, majd a tavalyi döntőben kettőt is boruló Szabó Boldizsár következett, aki a részidőnél már jelentős hátrányban volt, de óriási alsó szektor teljesített. Kevesebb, mint fél másodperccel futott be Kamil mögé, és már csak a kvalifikáció első két helyezettje volt fent a hegyen. Közülük Galavics Mátyás már a felső részen eldobta, majd a főesélyes mátrai ifjú titán Cseh Martin is. Ezzel gyorsan az aktuális eredményekre nézve konstatálni lehetett, a szlovák Kamil Fábri nyerte a kategóriát, a magyar bajnok pedig Szabó Boldizsár, aki alig tudta elhinni, hogy ez megtörténhet. Az évről évre szépen bővülő és fejlődő női mezőny vette át a szerepet a junioroktól, ahol három korábbi bajnok is rajta zárt. Az ő dobogós küzdelmeikre lehetett számítani. A mindössze 15 éves Tóth Almási Borbála azonban már az időmérőn bejelentkezett az egyik éremre, a harmadik helyével, és igaz Megyaszai Lilla meggyőző előnyéhez az élen kétségben fért, de a Scheffer Judit Vincelizi duó joggal aggódhatott a medálokért. Nem is maradt hiba nélkül a döntő, míg Judit 5 másodperces javítással az ifjú hölgy elé került, addig Lizi kálváriája az OB döntőkkel tovább folytatódott, és a pálya felső részén összeszedett hátrányát a kiváló alsó szakasszal sem tudta behozni. Igaz csak 28 ezreddel, de lecsúszott a dobogóról. A gyulai lány alsó etapjánál csak Lilla tudott jobbat, ezzel bő 12 másodperces előnnyel, a férfiak között is bőven versenyképes idővel nyerte a kategóriát, immáron negyedjére. Minden a legnagyobb rendben ment. Kicsit azért izgultam, mert a szombati napon nem tudtam edzeni, már sulin volt, úgyhogy csak a pénteki nap maradt, aztán kicsit úgy éreztem reggel, hogy hiányzott az az egy nap, de aztán a időmérőn is sikerült egy tök jó stabil kört mennem. Azt éreztem, hogy olyan sok nincs benne, de aztán döntőben is sikerült ezt a stabil kört megtartani, és sikerült nyerni, úgyhogy boldog vagyok. Én mindig abba bízom, hogy sikerül egy olyan kört összeraknom, hogy én magammal elégedett vagyok. Az eredmények meg már csak bónusz, az a haba tortán. Ugye egy-két alkalom van az évben, amikor tényleg tudunk együtt menni. Ez azért egy kicsit rossz is, mert tényleg jó lányokkal biciklizni elég kevesen vagyunk, úgyhogy tök jó, mikor együtt tudunk menni. De igazándiból mindig így derül ki, hogy az évben ezen a versenyen, hogy ki az, aki mit tud, tehát ki hogy áll, úgyhogy mindig meglepi. A felnőtt férfiak csúcs kategóriájának küzdelmei mindig tetőfokra hevítik a hangulatot, ez idén sem volt másként, sőt. Az időmérőn a világkupa rider Ratislav Baranek mögött az utóbbi két év bajnoka Palotai Gábor végzett. Először a tavalyi Open győztes és a szombati szlalom ezüstérmese Galavics Tamás küzdötte be magát 2 percen belülre, majd a szlovák Ivo Kina is csatlakozott ehhez a prominens táborhoz. Palla Gergő is kiváló időt ment, de a szezont szinte teljesen kihagyó Keresztes Péter mindent egy lapra tett fel, és míg 2 évvel ezelőtt az utolsó kanyarban eldobta a biztos bajnoki címét egy hatalmas bukással, ezúttal eljutott a célig, és a legjobb magyar időmérős eredménnyel is jobb idővel vette át a vezetést. A Limit Racing tímes csapattársa Gie Bisser André jól ráéztett, aki egy gyönyörű futammal és egy 29-es kerékhez méltó alsó szektorral éppen Keresztes mögé jött be. A különbség mindössze 18 ezred másodperc volt. A tavalyi elit dobogós és korábbi Masters bajnok Lendhár Gábor volt a következő, ám a felső részen már bő 1 másodperces hátrányt szedett össze, ami persze még nem ledolgozhatatlan. Meg is próbálta lefaragni, de a cél előtti meredek lelépőről rosszul érkezett, és látványos, de szerencsére sérülésmentes bukásba keveredett. Pár pillanattal később felvillant a kijelzőn a 3-szoros junior bajnok Muszula Balázs részideje is, amiből egyértelműen látszott, hogy az első szektorban hibázott, és Lendhárhoz hasonlóan ő is kiszállt a bajnoki küzdelmekből, valamint a dobogós helyekről is le kellett mondania. Már csak az időmérő 3 leggyorsabb versenyzője volt hátra, Ferenci Marcel, Palotai Gábor, Radislav Baranek sorrendben. A 2017-es junior bajnok azonnal felborzolta a kedélyeket a hétvége legjobb splitjével, és alul sem vett vissza. Ennek 1 perc 53,535 másodperces idő lett az eredménye, amivel 2,7 másodperccel vette át a vezetést Keresztes Pétertől. Palotai Gábor és Ferenci között dőlhetett tehát el a bajnoki cím sorsa, ráadásul Palotai egy igen komoly
komoly statisztikai megdöntéséért is mehetett, miszerint az elmúlt 6 évben mindenki 2-2 trófeát szerzett, majd egy címvédés után tovább kellett adnia azt. Beszédes volt a részidő, 7-10 hátrányban volt az ajkai bringás mögött, ami a pálya aljához közeledve egyre csak duzzadt, és már a befutó előtt elindult ferenci szurkolói között az ünneplés, hiszen látszott már, hogy itt bizony kedvencük trikolormezt fog kapni. Gábor végül 2 másodperccel jött be Ferenci Marci mögé, és 7-10 keresztes Péter elé. Ekkor azonban még közel sem volt vége a versenynek. Érkezett a világkupa döntős és Európa kupa győztes szlovák Rastislav Baranek, aki tavaly nem csekély fülénnyel tudott nyerni a plényben. Az abszolút győzelem volt a tét, és hihetetlen módon minimálisan, de hátrányban volt a pálya felénél a friss elit férfi bajnok mögött. Mint később a döntő futamának fejkamerás felvételéből kiderült, egy nem túl szerencsés helyen hibázott. Az alsó részen viszont nem volt kegyelem, és maga mögé utasította az ajkai srácot, ezzel megszerezve idén is az abszolút első helyet. It was really hot all weekend, so... Nagyon meleg volt az egész hétvégén, meg poros a pálya, így ennek megfelelően választottam a broncsot. Nehéz volt teljes erőbedobással tekerni ilyen körülmények között, de ennek ellenére sikerült az élen maradnom és megnyerni a versenyt. Nagyon boldog vagyok. Leugantban eltörtem az ujjam gyakorlás közben, nem volt túl komoly, de azért hátrát adott közel 2 hónapig, de ma már 100%-osan működik, így ez nem befolyásolt. Tavaly is indultam itt és szívesen jöttem vissza. A pálya kicsit most leharcoltabb volt, de hát rengeteget mentünk rajta. Az egész pálya 2 perc körüli, szóval hatalmas tempót kíván a bringástól, és nem lehet hibázni, szóval elég nehéz. A mai versenyedzés is volt, mert jövő héten lesz egy Európa kupa Csehországban, és oda úgy akartam menni, hogy már teszteltem magam a felépülésem utáni verseny körülmények között. Utána pedig irány Kanada, a világbajnokság. Az itt jelenlévő magyar versenyzőket ismerem, sok külföldi versenyen találkoztunk, például a szlovák kupában, vagy a világkupa futamokon. Ez mindenkinek jó, mert egymástól is tudunk tanulni. Nem indul el könnyedén, mert pénteki napon kölcsönbiciklivel mentem, Liszi Attilától kaptam kölcsönbiciklit, mert az enyémé tönkrement. Szombati napon viszonylag egyszerű volt, nagyjából összeraktam a biciklit. Vasárnap meg jöttem egy stabilat időmérőn, és most döntőkörre jöttem egy, amit kifér. Egy 55-re becéloztam magamat, és ezzel most sikerült ugye 53-at jönnöm. Idén jöttem föl az elit kategóriába, 2000-es születésű vagyok, sajnos kötelező volt, ugye 18 év fölött már elit kategória van ebben a sportban. Baranek az ő világkupán indul, és ugye top 40-ben bent van, Nőnyes Palotai, ő is ugye tavaly országos bajnok, meg azelőtt is, úgyhogy erős voltam ezen idén is. Lentiék, Keresztes Peti, Muszula, André, többiek. A sorozat tehát folytatódik, idén sem sikerült másodjára címet védeni, és máshoz került a piros-fehér-zöld mez. Hihetetlen volt, amilyen döntőt láttunk. Az, hogy ennyire éles volt megint, ennyire nagyon jót mentek a srácok, ennyire látványosan, és a Ferenci Marcinak a befutója, amit ott művelt az utolsó meredeken, az szerintem az nagyon sokakba beleégett, hogy 2 óriás csúszásból is úgy mentette meg, hogy még ráfért az utolsó ugróra, és egy nagyon-nagyon jó idővel sikerült célba érnie, és szerintem egy abszolút megérdemelt bajnoki címet szerzett. Arról pedig, hogy ugye az abszolút győzelmet Rastislav Baranek szerezte meg ismét, ugye tavaly is ő nyert, az nagyon nagy meglepetés nem volt, ő azért egy elég komoly kvalitású versenyző, és nagyon megtisztelő is, hogy most már mondhatom, hogy fixen jár ide a magyarországos bajnokságra, úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas versenyt láthatunk ismételten. Lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsorszám és a sport támogatója a Kométa.